Akár egy éven belül megkaphatja Ukrajna a vízummentességet az Európai Unió országaiba. A döntést követően könnyebben jöhetnek majd át családtagjaikhoz a kárpátaljaiak. Szerdán jelentette be Dimitris Avramopoulos, az Európai Bizottság migrációval és belpolitikával foglalkozó tagja, hogy kezdeményezik az ukránok vízumkötelezettségének eltörlését. Eleget teszünk kötelezettségvállalásunknak, hogy vízummentes utazást ajánljunk fel azoknak az ukrán állampolgároknak, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, ahogy ezt már decemberben bejelentettük. Nem számít a könnyítés miatt nagy rohamra Gupalu Árkágyi, Ukrajna nyíregyházi konzulja. A diplomata azt mondta, azoknak lesz egyszerűbb a határátlépés, akik eddig is sokat jártak uniós országokba. Csak azok mennek, akik már voltak itt, és akinek a rokonai családi kapcsolatok vannak, vagy baráti kapcsolatok, és nekik könnyűbb lesz, mert nem kell még vízumot szerezni, hanem rögtön tud menni. Mi teljesítettünk azt a feladatot, hogy a biometrikus útlevelet már kiadunk itt is a konzulátuson, ez folyamatosan megy, és a központi log ez irányított. Szóval ellenőrzés és határőrizeti munkák folynak nagyon jó, de nem tapasztalom, hogy nem mondanám, hogy több számban jönnek Európai Unióba ukrán állampolgárok. Azt még nem tudni pontosan, hogy mikortól vezetik be a könnyítést. Az Európai Bizottság viszont kikötötte, a vízum nélküli beutazást nem jelent munkavállalási engedélyt is. Azt a továbbiakban is szigorú szabályokhoz kötik. Köszöntöm a stúdióban Sesztákos Károlyt, a megyei közgyűlés elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elnök úr, mi a jelentősége annak, hogy Ukrajna vízummentességet kaphat a közeljövőben? Magyar külpolitikának, talán a megyének is régi törekvése, hogy az ukrán állampolgárok, köztük a 150 ezer magyar vízummentességet élvezzen az Európai Unióba, sőt, hát azt is több alkalommal a külügyminisztériumi szinten miniszterelnök úr is világossá tette, hogy előbb legyen Ukrajnának vízummentessége, mint Törökországnak, ez fontos külpolitikai cél volt, ami úgy tűnik, hogy megvalósul. Muszáj megkérdeznem, hiszen a jelenlegi migrációs helyzetben, illetve az orosz-ukrán válság tükrében rejtette veszélyeket magában a határ megnyitása vagy könnyítése az átlépés. Ahogy tapasztaljuk, ez egy szigorú schengeni határ. Tehát a schengeni rendszer továbbra is érvényben marad és érvényben lesz. Tehát itt ezen a határszakaszon nem tapasztaltunk hasonló jelenségeket, vagy olyan jelenségeket, mint a balkáni migrációs útvonalon. Tehát amíg nem helyeződik át, reméljük erre nem kerül sor. A migrációs útvonal erre a területre is addig szerintem nem kell veszélytől tartanunk, illetve hogy a bejátszásban is hallottuk, mindazon biztonsági követelményeknek, szigorú előírásoknak, amit az Európai Unió támasztott, Ukrajna megfelelt. Az viszont kétségtelen, hogy az együttműködést elő fogja segíteni a könnyebb határátlépés. Teljesen nyilvánvaló, és így a Tisza-Európai Területi Társulásnak is ez egy nagyon fontos lökést adhat a fejlődésnek. Egyáltalán mik ezek a területi együttműködési társulások az Európai Unión belül? Egy 10 éve létezik ez a sajátos uniós jogi forma, ami a területi társulásokat jelenti. Egy magyar és egy lengyel uniós képviselő kezdeményezte ennek a létrejöttét. Az Európai Régiók Bizottságánál kell bejelenteni ennek a létrejöttét, őt regisztrálják. Körülbelül 60 ilyen területi társulás létezik Európában, ennek mintegy fele Magyarország külső határai mentén, és a tagállami jogoknak is egyébként alá rendelődik, tehát a magyar, illetve az ukrán jognak. Az, ami társulásunknak a különleges érdekessége, hogy egy nem uniós tagország is tagja, és az első ilyen területi társulásról van szó az Európai Unióban. Milyen előnyei vannak egy ilyen területi társulásnak? Könnyebben és kevésbé adminisztratív módon tud uniós pénzeket, közösségi pénzeket fogadni, illetve elszámolni. Olyan előnyök lehetnek, amik közös, vannak erre európai példák, közös kórházüzemeltetés, közös villamosjáratot és közszolgáltatások közös megszervezését jelentheti a jövőben. Mit jelentett a mi számunkra ez az új tiszai együttműködési társulás, és ugye kiemelte, hogy különlegesség, hogy Ukrajna egyelőre még nem uniós tagállam. Hát egyelőre azt gondolom, hogy az uniós pályázatokon való könnyebb részvételt feltétlenül, illetve olyan uniós forrásoknak a megszerzését, amelyek nem a jelenlegi kereteket jelentik, ezen belül is elsősorban a közvetlen brüsszeli forrásokra gondolok, amelyek most is támogatási lehetőséget jelentenek,
de a közelmúltban lehetőségünk volt Brüsszelben olyan tényezőkkel is tárgyalni, beszélni nekik. Azt mondták, hogy közvetlenül is forduljunk az Európai Bizottsághoz, és olyan fajta pilot projekteket indítsunk el, legalábbis ezt a szándékot fejezzük ki, amely Ukrajna európai integrációját mint egy modellként elősegíthetné, és ebből nyilvánvalóan a megyés és Kárpátalja is profitálhat. Jól értem, hogy ez azt jelenti, hogy a már meglévő mostani költségvetési ciklusban gyakorlatilag a forrásainkat bővíthetjük ezzel a társulással. Ez az ambiciózus célunk, tehát remélhetőleg lesznek ebben eredmények is, de hogyha a mostani uniós forrásokhoz, amelyek adottak számunkra a közvetlen brüsszeli források, illetve az ENI források hatékonyabban tudjuk felhasználni, kevésbé bürokratikus módon tudjuk felhasználni, már az is komoly eredmény, illetve hát van lehetnek olyan tervek, amelyek, ahogy említettem, a közös közszolgáltatások közös működtetését, vagy egy nagyon érdekes ötlet, talán több is lehet, mint ötlet, munkaerő piaci jelenlétet erősítheti mondjuk a Tisza-Európai területi társulás. Rövidesen azzal a gonddal szembesület a megye munkaerőpiac, hogy olyan munkahelyek létesülnek olyan nagy számban, amire nem lesz munkaerő Ukrajnában, Kárpátalján pedig ez még mindig bőven rendelkezésre áll. Milyen gazdasági területeken jöhet létre együttműködés vagy fejlesztés? Elsősorban, tehát hogy a gazdaságról van szó, akkor én a munkaerő átjárhatóságában elsősorban, lesz ez Magyarországra irányuló munkaerőt jelent, látok komoly lehetőséget, komoly munkaerőtartalékok vannak Ukrajnában. Nekik is előnyös lenne az ottani magyar közösségnek, főleg, hogyha nem más uniós tagországokban, nagyon sokan Csehországba járnak dolgozni, ingázni. Persze ez nyilván nem napi ingázás jelent, hanem havi ingázás jelent. A megyében talán még napi ingázás is meg lehet kockáztatni, olyan távolságra vannak az ukrajnai kárpátaljai települések, hogy egy-egy határszéli településre, sőt, hát talán Nyíregyházára is, akár napi munkavállalási célú beutazást is jelenthet ez. Ugye különösképpen ezért is fontos a vízummentesség megadása. De nem csak a gazdasági társaságok számára lehet ez előnyös? Biztos, hogy nem. Tehát nyilván a kulturális intézmények, főiskolák, középiskolák számára, az emberi kapcsolatokra, a társadalmi jelentkezésre, a magyar nyelv jelenlétére nyilvánvalóan gyümölcsözően hatott mindez. Gondolom, ebbe beleférnek infrastruktúrális fejlesztések, közlekedésfejlesztés vagy turisztikai fejlesztések? Természetesen, persze. Mondjuk ez az Európai Területi Társulás nélkül is lehetőség, a határátkelők további növelése. Ebben sajnos Ukrajna jelenlegi pénzügyi helyzete okoz gondot, tehát nincsen olyan állapotban az ukrán költségvetés, hogy ezeknek a fejlesztéseknek meg tudjon felelni, akár a Beregszászot elkerülő útra gondolok, akár újabb határátkelő megnyitására. A magyar állam hitelt szívesen nyújtana ezekhez a fejlesztésekhez, de olyan állapotban sincs az ukrán költségvetés, hogy garanciát tudjon adni ezeknek a hiteleknek a visszafizetésére. Ezért szükségesek egyébként a közvetlen brüsszeli források, akár olyan források is, amelyek jelenlegi Európai Uniós pályázati metszetben nem elérhetőek. Elnök úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm szépen.